Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok könyvírója, az Ingatlanos Álmok klub megalapítója, illetve Udemyn is van oktatóanyagom. Ennek a videónak a címe, ha nincs parkoló. Most alapvetően vegyük úgy, hogy te üzlethelyiséget vásárolsz, és ott alapfeltétel nyilván, hogy legyen parkoló. Ha te most legálisan vásárolod mondjuk egy újépítési üzlet, stb., akkor bizony az önkormányzat kirórált elég komoly pénzt a parkolóhely meglétért vagy nem meglétért, teljesen mindegy. Tehát neked elvileg te veszel egy parkolót, akkor is, ha igazából azt nem kapsz parkolót. Viszont én megmondom őszintén, az üzlet helységeimet én most már úgy választom meg nyilván, hogy utcafronti legyen, illetve legyen parkolója, parkolóhely előtte, kényelmesen meg lehessen állni, kényelmesen be lehessen jönni, tudjunk úgymond az üzletre koncentrálni. Ez azért fontos, mert ugye nem jó, amikor a másik fél folyton az óráját nézi, hogy mikor jár le a parkoló, hú, most megbüntetnek. Én Pesten szoktam egyébként így járni, hogy ott általában maximum 4 órára lehet ugye parkolóhelyet venni. Ezt meg is veszem rendesen, de ugye az lejár, valamikor is értesítenek nyilván SMS-be, valamikor nem, tök mindegy. Lényeg az, hogy ha van egy ilyen fél óra csúszás, biztos, hogy megbüntetnek. És akkor utána persze megint veszek egyébként parkolójegyet, mert nem szoktam elblitzelni, viszont baromi rosszul esik, hogy gyakorlatilag 8 órányi parkolójegyet minimum megvetetnek velem, meg még menet közben, ha nem figyelem az SMS-eket vagy az órát, hogy na most mikor jár le, akkor bizony meg is büntetnek. Úgyhogy ezt elkerülvén, hogy nehezedjen a stressz a másik oldalon, mert nem tudod, hogy milyen apróságokon csúsznak el a dolgok, hanem tényleg legyen egy normális üzlethelyiséged, meg lehessen előtte állni. Ha te éppen valami fizikai dolgot árulsz, akkor meg még fontosabb, hogy legyen előtte parkoló, mert hát igazából kényelmesen be lehessen pakolni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ha hiszed, ha nem. Ha csak szolgáltatást nyújtasz, mint mondjuk én, akkor igazából hát szerintem akkor is fontos, hogyha néha jönnek hozzád vendégek, hozzá nem szoktak a nőrűcsokkal jönni, meg nagyon sokszor, hát szinte egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányan jönnek hozzám. Ha hozzám jönnek általában, akkor ők akarnak valamit, ingatlanosok, el akarják adni az én ingatlanomat, tehát akkor ilyen okból jönnek, de akkor is sem mindegy, hogy ők hogyan érzik magukat, tehát hogy nem kell az órát nézni, legyen parkoló. Most arról ne is beszéljünk, hogy mondjuk Győrben 400 forint egy óra, szerintem Pesten is hasonló, hogy az, tehát ezek ilyen apró, ilyen kis, inkább úgy mondom nektek, hogy ilyen nagyon idegesítő dolgok, és onnan főleg akkor, mikor meg is büntetnek. Ha nagyon elit, és én nem tudom, milyen üzlettel akarsz foglalkozni, akkor persze, akkor belváros, elithely, toronyház, ott általában azért van parkoló, ha meg nincs, akkor is az utcán kell parkolni, főleg mondjuk Pesten, akkor megettel fele, Győrbe egyébként úgyszintén. Jó, úgyhogy én azt mondom, hogy ha csak nem valami csilli-villi és extra dolgot akarsz megvalósítani, és hú, akkor kell a belváros mindenképpen, akkor nem biztos, hogy a belvárosba kell menni. Én Győr-Szabadhegyen van egyébként az irodám, tehát itt vannak a házaim is, tehát most igazából én szerintem ez nem volt rossz választás. Én azt mondom, egy normál, jó minőségi iroda meg tud kínálni a vendégeket, le tud őket ültetni. Nagyon nem szoktam én ezt a dolgot egyébként túlihegni, mert legtöbb esetben, akik ügyfelek vannak, inkább üljünk be valahova, ígyunk, együnk valamit, tehát inkább ez a része megy. De ha neked is, mint kezdő vállalkozás, inkább azt tudom ajánlani, hogy ha üzlethelységet veszel, bérelsz, akármi, igenis legyen parkolóhely, és ott, ahol kényelmesen meg tudnak állni többen is. Tehát nem az, hogy te megállsz, és akkor van parkolóhely, milyen fasza, hanem ténylegesen többen is kényelmesen meg tudnak állni, nem kell az órát nézni, mert higgyétek el, hogy ez nagyon-nagyon hát kiábrándító néha, jó? Úgyhogy nagyjából csak ezt szerettem volna felhívni a figyelmedet, remélem, hogy sikerült, és a megválasztás nagyon fontos. Amennyiben egyébként tényleg mondjuk lakó ingatlant vásárolsz, hát a családi ház nálam az alap, hogy azért be lehessen állni, nem mindegyikben van ilyen lehetőség, de alaphelyzet az, hogy egy családi házat úgy választhat ki, ha házat vesz, hogy be lehessen állni. Ha meg panelt veszel, ott valahol az utcán le tudsz parkolni a többi kocsi mellett, ugye érkezési sorrendben. Ha olyan lakás meg ingatlant vásárolsz, ahol egyébként már van hozzá parkolóhely, akkor meg egyszer ez a dolog, de nagyon fontos és apróságnak tűnik, de hidd el, hogy ezek az apróságok fontosak.
Mert van olyan ember, aki azt mondja, mint én ez a típus vagyok, hogy nem számít, jó, megállok valahhoz, oda sétálok, de valaki meg nagyon-nagyon begörcsöl rajta. Jó? Tehát, hogy nem tudod, hogy a másik oldal milyen, mi az elvárása, mi a gyenge pontja, ami igazán jól esik, milyen könnyen meg tudtam állni. Ezek egy nagyon apró és akár idegesítő dolgok is lehetnek. Nem azt mondom, hogy hú, biztos, hogy el fog úszni ezen az üzlet, de én azt mondom, hogy egy jól megközelíthető üzlethelység vagy ingatlan, ahol kényelmesen meg tudsz állni, és nem kell az órát nézegetned folyton, azt mondom, hogy az egyébként egy nagyon nagy erőny tud lenni. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, és akkor még találkozunk. Szia!